Jó napot kívánok! Önök Kultúrszoba című magazin műsorainkat látják. Tartsanak velünk a következő közel fél órában. Emlékművet állítottak Lányi Péter zongora művésznek. Első alkalommal rendezték meg Szekszárdon a Babits bált. 140 éve született Babits Mihály, ünnepi koszorúzással emlékeztek. Eredményt hirdettek az Újra Alkotó Energia videóversenyben. Szoboravató ünnepséget tartottak november 25-én Szekszárdon a Liszt Ferenc téren. Az emlékmű Lányi Péter zongora művész tiszteletére készült. Az alkotás címe a zongora művész, amelyet Fusz György szobrászművész készített. Lányi Péter Szekszárdon született, munkája időnként más városokba szólította, de mindvégig megmaradt szekszárdinak egészen 2017-ben bekövetkezett haláláig. Nagyon sokat tett a városért. Lányi Péter egy jó barátja, Orbán György megemlékezésében méltatta a művészt és az embert egyaránt. Az emlékezés személyes volt, mégis a közösség érzéseit, gondolatait tolmácsolta. Vagy kék kötényt öltve várni, hogy felemeld a lopótököcs, harsogjon veled vagy 20 muslinca. Vagy a szombatesti szürkeségben egyedül céltalanul csatangolva felkapni a fejed, hogy valahonnan gyönyörűséges Chopin vagy Liszt muzsika szűrődik ki, és tudni, hogy Lányi Péter gyakorol a zeneiskolában. Gyurkovics János, Szekszárdváros alpolgármestere megemlékezésében kiemelte, hogy a befejezéséhez érkezett Zöldváros program során megújult, többek között a Liszt Ferenc tér is, így méltó környezetben kerül elhelyezésre az alkotás. Péter halálán túl is egy köztéri szoborral gazdagítja a várost. Elmondta, hogy a nagy koncerttermekben épp hogy otthon volt a művész, mint Szekszárd kiskocsmáiban. Aki nálam jobban otthon van a zenei életben, az pontosan tudja, hogy Lányi Pétert nem sikerült pótolni. Percek múlva szobor őrzi majd emlékét a város egyik legforgalmasabb pontján. Fusz György, szekszárdi szobrászművész alkotása a zongora művész címet viseli, de tudjuk, érezzük, hogy sokkal több az, aminek emléket állítunk. Lányi Péter megalakította a muslinca férfikart, amelynek lelke is volt egyúttal. Bordalakat énekelve okoznak örömet a közönségüknek. Szintén tőle származik a már szállóigévé vált mondat, a hangunk szárnyaló, de a torkunk se kutya. Nekem Péter egy művéről kell beszélnem, a szekszárdi muslinca kórusról. Vállalom a kijelentésem, miszerint a muslinca kórus Péternek a műve volt, és az még a mai napig is, ahogyan az előzőekben hallható is volt, hiszen létezünk, próbálunk, fellépéseket vállalunk, közösséget alkotunk, és élvezzük egymás társaságát, mind a mai napig. Fusz György, szekszárdi szobrászművész, a Zongora művész című alkotása Liszt Ferenc mellszobrának társaságában került elhelyezésre. Azért ide, mert korábban itt volt egy pad, melyen Lányi Péter gyakran elidőzött. Maga az alkotás közadakozásból készült el, melyhez sokan hozzájárultak. A Kárárai márványtömb Péter zárkozottságát jelképezi, Fusz György szerint. Barátságnak lehet mondani, ezt nem tudom, mert igazából én úgy érzem, hogy a Péter azért elég zárt ember volt. Tehát volt, nyitott volt bizonyos szempontból, tehát úgy nyitott volt, hogy nagyon jókat bulisztunk, nagyon jókat énekeltünk, de azért mégis egy művészember valahol azért zárt. És hogy most mennyire nyitja meg a barátságot, én úgy éreztem, hogy megvagyunk, de azért volt egy ilyen nagyon jó távolság. Ezért is volt talán nehéz egy picikét elsőre, és én kérdeztem nagyon sokakat, hogy mit gondolnak, és hogy tudjam ezt formailag megközelíteni, mert igazából itt az utalni, hogy valahogy formailag kellett megközelíteni itt őt, és ezért gondolom ez a zárt tömeg, ennek a bizonyos megnyitása, a titkok, hogy be lehet tekinteni kicsit egy ilyen zárt emberi művész életbe, ez az, amit szerettem volna itt. Az eseményen közreműködött a Pécsi Tudományegyetem Harsona Együttese és a Muslinca Férfikar. Első alkalommal rendezték meg Szekszárdon a Babits bált. Az eseményt a Kulturális Központ szervezte az intézmény támogatóinak, együttműködő partnereinek.
A rendezvényből a jövőben hagyományt szeretnének teremteni a szervezők. A Babits Mihály Kulturális Központ bált rendezett Szekszárdon. Az intézmény már régóta tervezett saját bált tartani, amely lehetőséget nyújt köszönetnyilvánításra az együttműködő partnerek felé, mondta Berdinger Attila, elnök. És ebben az évben, mivel névadónk a jeles költő Babits Mihály születésének a 140. évfordulóját is ünnepeljük néhány nap múlva, adta magát az alkalom, hogy egy novemberi időpontot válasszunk erre a jeles eseményre. Számos olyan partnerünk, legyen az vállalkozás, legyen az közintézmény, illetve hát elsősorban szeretném magát a fenntartónkat, az önkormányzatot kiemelni. Örömünkre elfogadta meghívásunkat, több mint 160 vendég várható a ma esti eseményen, és azt gondolom egy kiváló hangulatban egy picit összegezhetjük az idei évet, akár a városi rendezvényeket, az általunk elvégzett munkát, és hát ahogy említettem, a köszönet nyilvánítás pillanata is ez. Kiváló báli hangulat várja az érkezőket, báli zenekarral, bál zongoristával, meglepetés vendégként Bétót László retro pop tarisznyi műsorral is érkezik. Nem maradhat el a tombola sorsolás, és hát természetesen a kiváló ételek és italok fogják majd a hangulat mellé még csak fokozni a jó érzést. Én azt gondolom, nagyon pozitív az évnek az eredménye ebből a szempontból is. Köszönettel tartozunk annak a sok-sok vállalkozónak, annak a sok-sok cégnek, amely a fellépő gazdasági nehézségek ellenére továbbra is lokálpatrióta módon támogat bennünket. A lényeg ebbe, ami majd el is hangzik itt a köszöntő beszédben, hogy nem csak a pénzügyi támogatás van ebben fontos szerepe, hanem azok a mecénások, azok a támogatók, akik most jelen is vannak, ők mind-mind szeretik is ezeket az eseményeket, részt is vesznek rajta, követik is ezeket a fejleményeket, és ráadásul a saját céges partnereiket, barátaikat is meghívják, legyen az egy szekszárdi születi napok, pünkösdi fesztivál, vagy más éles esemény. Ez jelenti az igazi összefogást, és azt gondolom, hogy a jövő útja is csak ez lehet, hogy azt nézzük, mi az, ami összeköt bennünket. Az elnök elmondása szerint az elmúlt évek nehézségeivel ellentétben az utóbbi egy év nagymértékben pozitív volt a kulturális programok mennyiségében és a látogatók számában. Egy-egy koncertre, színházi előadásra, bármilyen kulturális eseményre szinte kivétel nélkül elfogynak a jegyek. Hozzátette, ez a kulturális központ dolgozóinak befektetett munkája miatt valósult meg. Az eseményen Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere is köszöntötte a megjelenteket. Különleges, egyben jubileumi év az idei. Egy hét múlva ünnepeljük Babits Mihály születésének 140. évfordulóját. Szekszárdon születtem, színésznőt szerettem. Ki ne ismerné a sorokat, és ki ne ismerné az alliteráció atyát, a 20. század egyik legnagyobb költőzseniének, Babits Mihálynak a nevét. Jó alkalom a kerek évforduló arra is, hogy valami újba kezdjünk. Reményeim szerint a mai első Babits bált még sok-sok követheti majd a jövőben. Úgy érzem, hiánypótló lehet egy ilyen összejövetel, ahol kötetlenül találkozhatnak Szekszárd politikai, gazdasági, kulturális életének meghatározó szereplői, és elkezdődhet egy olyan párbeszéd, amire talán a mindennapokban egyáltalán nem, vagy csak kevés lehetőség adódik. Az alpolgármester beszédében visszatekintett az elmúlt esztendőre. Két kiemelt nagy rendezvényen vagyunk túl idén, ami mindig meghatározó az itt lakók és az ideérkezők szempontjából. Úgy érzem, mint a pünkösdi fesztivál, mint pedig a szekszárdi születi napok nagy sikerrel zárult a belvárost érintő felújítás ellenére. Ezek ilyen színvonalon nem jöttek volna létre az önök segítsége nélkül, amit most is szeretnék megköszönni, és kérem további támogatásukat. Lassan november végébe fordulunk. Hamarosan elkezdődik az adventi várakozás időszaka. A borok a pincében, a földek a havat várják, az idei évre tervezett nagy munkákat igyekszik mindenki mielőbb befejezni. Szabó Sándor, a Ferapotent ZRT tulajdonosa, fontosnak tartja, hogy a partnerek találkozzanak, és jobban megismerjék egymást. Hát én úgy gondolom, hogy milyen lokálpatrióták vagyunk, már 31 éve van a cégünk, Szekszárdon is azóta nyilván eseményeket támogatunk is, meg nyilván
nagyon szeretjük, hogy kezdeményezzük azt, hogy a vállalkozások, ugye a városvezetők, meg több ismerősök összejönnek, hogy tényleg legyen egy negyedévesben egy kis bál, egy kis beszélgetés, hogy összefogásban az erő. Én visszaugrok ide ebbe az egész ugye rendezvényes dologba, hogy az ember azt mondja, hogyha ezt támogatja, és ugye személy szerint is emberekkel, barátokkal, akkor igazából sokkal jobban előbb jutunk, és a igazgatóról beszélgettünk. Ugye múlt héten is mondom, hogy én javasolnám, hogy negyed évente kellene egy ilyen valamilyen összefogási bálakat csinálni, aki jobban összejövünk egymással, és sokkal jobban előbb haladunk minden szempontból, nem csak gazdaságilag, politikai szempontból, és emberi szempontból, főleg ez a fontos, mert az egy kicsit szerintem hiányzik belőlünk. Kocsmár István, az Aliszka Bau ZRT vezérigazgatója, és jó kapcsolatot ápol az intézménnyel. Én olyan öreg vagyok, hogy nem emlékszem, hogy mióta van, de nem az Attila az első igazgató, akivel együttműködünk. Én azt gondolom, hogy minden vállalkozásnak szüksége van arra, hogy a civil szervezeteket, és ezen belül a művelődési központot is támogassa. Ennek a bálnak meg különösen örülünk, mert ugye évek óta nem volt egy ilyen esemény, ahol azok a vállalkozók, önkormányzati vezetők, intézményvezetők összegyűlhetnek, akikkel együtt dolgozunk. Az estét közös vacsorával zárták. Én itt vagyok, üzenet új huligániából címmel tartották meg a Baka István vers, énekelt vers és prózamondó találkozót és versenyt a hétvégén. A Baka István Alapítvány középiskolás és felnőtt kategóriában hirdette meg találkozóját a Művészetek Házában. Az irodalmi találkozóval Szekszárdon született író, költő emléke előtt tisztelektek. Sápat arccal, hamuszi ruhában jössz felé, szelíd szemű leány. Nem ilyenek láttalak korábban, kürtök, csendő kardok évadán. Aranyú mámoros robogtál, kitakarva fénylő kebledet, vöröslő ködökbe hasítottál utat, mely a mennyekbe vezet. Baka István vers, énekelt vers és prózamondó találkozót és versenyt rendeztek a hétvégén Szekszárdon. Orbán György, a Baka István Alapítvány elnöke elmondta, a költő halála óta 2 évente rendezik a versenyt, a kuratórium 5 éve van Szekszárdon. Ebben az esztendőben 75 éve született Baka István, itt Szekszárdon. Nagyon fontos nekünk nyilván az, hogy megfelelő, méltó módon emlékezünk meg róla, illetve élőként tartsuk élővé, tegyük az ő írásművészetét. Ennek egyik alkalma most ez a Kárpát-medencei vers és prózamondó, illetve énekelt versmondó verseny, amelyre nagyon sokan jelentkeztek, és egy nagyon erős mezőny, ami itt most megjelent. Nagyon fontos, hogy az ország, sőt a Kárpát-medence nagyon sok részéből hozták magukkal azokat a mondani valókat, amelyeket Baka István sorain, a Baka István által fordított sorokon keresztül, vagy más magyarországi, magyar nyelvű költők művein keresztül akarnak felénk közvetíteni. A Baka István Alapítvány a középiskolás, felnőtt és megzenésített versek kategóriában hirdette meg találkozóját a Művészetek Házában. Nagyon sokféle szempont lehet egy zsűritagnak. Nyilvánvalóan az elsődleges indító érzés az, hogy itt mindenki felkészült, eljött. Tehát nem fogom figyelembe venni, hogyha valaki megakadt, ha valaki újra kezdi, hogyha valakinek nem jut valami eszébe, mert az a versenylázzal jár természetesen. Számomra az elsődlegesen fontos az, hogy hogyan értelmezi a szöveget, mennyire értelmezi a verset, és mivel itt már a közel felnőttek vannak, a versválasztás is nagyon fontos lehet, de nem döntő. Tehát ahhoz, hogy egy vers átjön, egy versmondás érvényes legyen, ahhoz értelmezni kell, és el kell juttatni a hallgatókhoz. Tehát mennyire szuggesztív az egyénisége a versmondónak, mennyire törekszik arra, hogy együtt éljen a vers, hogy akkor együtt éljen a közönséggel is. Ez nagyon nehéz, mert majdnem színészi feladat. Ezekből tevődik össze számomra. Zalán Tibor költő, író ezen kívül a hangsúly és a ritmus fontosságára hívta fel a figyelmet. Mint mondja, a döntés meghozatala nehéz feladat elé állította a zsűri tagjait. Nagyon nehéz lesz, mert közel azonos színvonalúan adták elő a középiskolások, és magasabb színvonalon adták elő a felnőttek. Általában vannak meg ugye a zenekarok,
Szerencsére ketten, illetve hárman vagyunk a zsűriben, némi késésre csatlakozott hozzánk Orbán György is, és a hármunknak a közös eltérő vélemény, amit nagyon remélem, hogy így lesz, juttat el bennünket valami végeredményhez, mert pontok, félpontok kérdése az egész. Nincsenek igazán kiugró teljesítmények, de nincsenek igazán elmaradó versmondók sem, tehát együtt mozog a mezőny, ami a legrosszabb nekünk, döntököknek, és legnagyobb öröm a vers szerelmesének, vagy vers barátainak. A nevezés feltételei között szerepelt három olyan mű megtanulása, amelyekkel a versenyzők még nem szerepeltek iskolán kívüli nyilvánosság előtt. A zsűri részét gazdagította Fábián Péter színész, rendező is, így a nehéz végső döntést a három tagból álló bizottság döntötte el. Fábián Péter kitűnő rendező és író, de eltérő nemzedékben vagyunk, tehát ő más gondol a versről feltehetően, mint én más gondolok a színházról, mint ő, tehát ezek a különbségek nagyon fontosak lehetnek a döntésben, illetve több szempontból, több fókusszal tudják az adott versmondást mérlegre tenni, és a Torben György pedig a maga Baka élményével, ugye nekem is barátom, vagy neki is barátja volt Baka, ott jelentősen hozzá fog járulni ahhoz, hogy a végső döntés megszülessék. Nem félek, hogy rosszul döntünk, inkább attól félek, hogy sokára lesz egyesség, sokára fog a fehér füst felszállni. A nap folyamán két fordulóban álltak zsűri elé a résztvevők. A középiskolások és a felnőttek kategóriájában első, második és harmadik helyezettet választottak, az énekelt vers kategóriájában pedig az első helyezés megosztva lett kiadva. A kategória győztesek meghívást kaptak a versünnep nemzetközi seregszemlére is. Emellett külön díjakat is kiosztottak, ilyen elismerést kapott többek között Németh Bercel is, aki Szegedről érkezett a versenyre. Három művel készült mindenki. Nekem az egyik az Baka Istvántól a Helsinger című mű volt, Joriknak a monológiai közül az egyik vers. A második az Vörös Marti Mihálytól a Véncigány. Azzal kezdtem az egész versenyt, mivel első voltam, és nagyon izgultam, lebegett a lábam. És a harmadik pedig Arszenyi Tarkovszkitól a Tábori Kórház, amit Baka István fordított. A verseny legfontosabb célja továbbra is a Baka irodalom élővététele. Babits Mihály születésének 140. évfordulója alkalmából koszorúzást tartottak a költő szülőházánál. Városunk ennek tiszteletére minden évben megemlékezést tart a Babits Mihály emlékház kertjében álló szobornál. Keresd meg hazámot! Itt a szoba, melyben megszülettem, mely egy szemem legelőször látott. 140 éve született Babits Mihály. Rubányi Anita múzeumpedagógus, előadó művész szavalta el Babits Mihály Hazám című versét. Ezt követően a résztvevők sorra a Farkas Pál által készített Babits Mihály szoborhoz vonultak, és koszorút helyeztek a szobor elé, így kimutatva tiszteletüket a költő felé. Botos Ilona, a Babits Mihály általános iskola igazgatója hozzátette, idén kettős jubileumot ünnepelnek, hiszen 140 éve született a 20. századi magyar irodalom jelese, az iskola névadója, és 65 éve 1958-ban épült az akkor még hármasnak hívott iskola. Minden tanévben megemlékezünk egyébként Babits Mihály születésnapjáról. Hát ebben a tanévben különleges ez az évfordulónk, hiszen Babits Mihály születésének 140. évfordulóját ünnepeljük, illetve a szekszárdi Babits Mihály általános iskola 65. jubileuma van ebben a tanévben, és most egy háromnapos rendezvénysorozattal ünnepeljük ezeket a jubileumi éveket. A híres költő Szekszárdon látta meg a napvilágot 1883. november 26-án. Városunk ennek tiszteletére minden évben megemlékezést tart városszerte. Szavalóversenyt hirdettünk megye általános iskoláinak Babits szavalatokkal, Babits versekkel, illetve más művekkel is neveztek a gyerekek 5-től 8. évfolyamig. Ezt csütörtökön tartottuk, ezt a versmondó versenyt. Rubányi Anita előadó művész volt a zsűri elnöke, már hagyományosan évek óta. Orbán György is zsűrizett.
és nagyon színvonalas verseket hallhattunk, nagyon örültünk ezeknek a produkcióknak. Aztán rajzversenyt is hirdettünk, Babits műveihez kellett illusztrációt készíteni a gyerekeknek, 160 alkotás érkezett a megyéből, több iskolából erre a rajzpályázatra. Nagyon értékes, szép pályamunkákat küldtek be a gyerekek, és ebből kiállítást is rendeztünk az iskola aulájában. Valamint, mivel ugye 65. évfordulót is ünneplünk, iskola történeti kiállítást is készítettek a pedagógusok a gyerekekkel együtt. Itt is lehet ismerkedni az iskola múltjával. Illetve tegnap délelőtt, csütörtökön délelőtt a Művelődési Ház színház termében egy jubileumi ünnepi műsorral ünnepeltük meg mindkét évfordulót. Nagyon szép produkciókat láthattunk ebben a műsorban. Volt babicsos diákok, jelenlegi babicsos diákok, szülők is és pedagógusok is fölléptek ebben a műsorban. A koszorúzással egybekötött megemlékezést a Babits Mihály Emlékházban rendezték meg. A költő 1941-ben halt meg. Újra Alkotó Energia videóverseny eredményhirdetése zajlott. A Forgas a Földért Alapítvány a szervezettel már sok év óta együttműködő kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési karával a Pécsi Tudományegyetemnek és a Paksi Atomerőművel, ahol már több év óta működtetik az Újra programot, hogy a környezettudatos életmódra ösztönözzék a téma iránt érdeklődőket. A verseny fő célkitűzése az volt, hogy elősegítse a környezettudatos gondolkodás, az újrahasznosítás általánossá válását. Újra, Alkotó Energia, ezzel a címmel indult videóverseny a fenntarthatóságért, melynek már az eredményhirdetése zajlott. Kindl Gábor, a Forgassa Földért Alapítvány elnöke beszélt a verseny lényegéről. Tulajdonképpen kapcsolódunk a Paksi Atomerőmű által már 2016 óta hasonló címe megszervezésre kerülő programot, amiben tulajdonképpen, ha leegyszerűsítjük, akkor újrahasznosítás van, egy már nem használt termék, vagy valami miatt ugye elvesztette azt a funkcióját, amire eredetileg megcsináltak, és abból kialakítani valamit, és ez vonatkozik háztartásra, otthonra, külső helyszíneken, hogy mi mindent találnak abból, mit lehet csinálni. Szóval ez az alapja neki, ez az úgynevezett újrahasznosítás, vagy ahogy ők fogalmaznak ebben az alapkiírásban, tehát hogy ez szerepel, az a régi volt ilyen, hogy csináld magad mozgalom, hogy amikor valamiből valamit megcsinálsz, és az újrahasznos. Tulajdonképpen erről szólt maga, ez volt az alaptéma. A filmeknél bármelyik témába vártuk tulajdonképpen, 4 alaptémát jelöltünk meg, de bármiben vártuk a filmeket, rövid filmeket. Mi egyébként alapvetően a rövid filmek és versenyekkel foglalkozunk 2004 óta, 11 óta, 13 óta nemzetköziben van a Forgassa Földért világjáték, aminek ugye szintén ez a környezettudatosság, a fenntarthatóság a témája. Ott 24 órát kell rövid filmeket csinálni, 1 perces filmeket. Ennél ennyire hagyományosan működik, hogy meghatározott időintervallum alatt elkészített filmeket kell beküldeni, és hát annak történik a zsűrizése, illetve hát most az eredményhirdetése. Ez a program azzal a céllal született meg, hogy népszerűsítse a meglévő értékek megőrzését, ezzel pedig a környezettudatosságot és a potenciális hulladék mennyiségének csökkentését. Elősegítve ezzel a légkörvédelmét. Ahogy szokták mondani, ugye a zsűrinek mindig nehéz dolga van, de most nem volt olyan nagyon nehéz, megmondom őszintén, hogy a 42 alkotás, amit látott a zsűri, ez 2 körben ment, online zsűrizéssel zajlott az egész. Először kiválasztottunk 10-et egy előzsűrizésre, és utána 10-ből került ki a 3 legjobb, ami most osztott lett a 3. hely, és így 4 filmet mutatunk be itt a tájékoztatón és az eredményhirdetésen. Tehát soha nem volt még ilyen népszerű a rövid filmek készítése a különböző effektek, illetve a mobiltelefonok használatával, és mivel ennek a használatát legjobban a legfiatalabb generációk ismerik ezeknek az eszközöknek és technikai megoldásoknak a használatát, így nem meglepetés a számunkra, nagyon sok fiatal
készített filmet, tehát gyerekek, mondhatom úgy, hogy gyerekek, de ez jellemző egyébként az elmúlt időszakban is, hogy a beküldött filmeket nagyon sokszor akár családi körben, családi környezetben, vagy pedig iskolai közösségben osztályok, iskolák állnak össze egy film erejéig, és komoly közösségépítő szerepe van. Ezt a 24 órás játéknál vettük észre, hogy nagyon sok ilyen típusú film, amit ilyen közösségek készítenek. Most is így volt ez, több iskola küldött be, volt, aki több filmet küldött be, de a győztes az idei évben egy úgynevezett papíranimációs film lett, egy budapesti filmkészítő csinálta azt a filmet. Második helyen a Kakasdi általános iskolának a filmje végzett, és harmadik helyen pedig van érintettség az osztott helyezésnél, mert egy szekszárdi filmkészítő és egy Nyírségből, egy Penészlek nevű településről érkezett film kapott helyezést tulajdonképpen. Hát lehetőség szerint az összes internetes felületre fölkerülnek most ezek a díjazott, a kiemelten díjazott filmek, illetve hát különböző programokban vagyunk érintettek, pontosan a 24 órás filmkészítő játék miatt a Forgassa Földért elnevezésű Shoot for Earth elnevezésű játékban, és márciusban elviszük a filmeket a Los Angelesben lesz egy program ennek a kapcsán, és később pedig minden évben szoktunk filmeket küldeni. A Cannes-i Filmfesztivál mellett van egy ilyen világsereg, pont abban az időben szervezik, egy világ rövidfilm seregszemle, amiben mobiltelefonnak készült filmeket szintén eljutatunk. De nyilvánvalóan, hogy a valós erejét az a magyarországi megjelenések jelentik, a különböző internetes felületeken és hát a médiában. Ez a verseny is segíti a környezettudatos gondolkodás, az újrahasznosítás általánossá válását. Új verseny, arra kíváncsi, hogy milyen ötleteik, milyen konkrét, megvalósítható javaslataik vannak, egy kicsit divatos kifejezéssel, mennyire innovatívak a fiatalok ezen a téren, látják a problémát, értékelik a tennivalókat, de mi a megoldás? És erre hogyan tudnak ők a saját formai, képi nyelvükön reagálni? Ennek a versenynek a gyújtópontjában tehát elsősorban az ötletek voltak, és nem annyira a filmes alkotói tevékenység, de amennyire én láttam, ismerem a beérkezett alkotásokat, műveket, nyugodtan mondhatom, hogy mindkét igénynek megfeleltek ezek a kis filmetűdök, tehát egyfelől sok-sok kiváló ötletet láthattunk, praktikus javaslatot, másfelől el kell mondjam, hogy fiatalok filmes kultúrája, látásmódja rendkívül fejlett. Erre lehet építeni, erre lehet telepíteni különböző a környezettudatossággal kapcsolatos programokat. A tanulság az, hogy a premiért újabb előadások fogják majd követni, megállapodtunk a Forgassa Földért alapítványon arról, hogy a karral együttműködve a jövőben is megvalósítunk ilyen filmes programokat, illetve majd gyarapítgatjuk a versenyek, pályázatok körét, de legyen a jövő dallama. Szécsi Gábor hozzátette, a mostani digitális nemzedék, amelynek tagjai mobilokon, laptopokon kommunikálnak egymással, fogékonyabbak a globális problémákra, mint a régiek. Kultúrszoba című műsorunkat láthatták, viszontlátásra!